A verseci származású Tóth Sándor 1972-ben költözött Belgrádba. Azóta is itt él, de továbbra is magyarnak tartja magát, és élni kívánt szavazati jogával. Mint magyar, aki Belgrádban él, szerettem volna feliratkozni a Magyar Nemzeti Kisebbség listára, hogy mehessek szavazni a Magyar Nemzeti Tanács választásokra. A belgrádi magyaroknak egy jelentős önálló kulturális intézményt jelent, és ezért is számítok a Magyar Nemzet Tanács nagyobb befolyására Belgrádban. Nebojsa Marjanovic, a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi városi szervezetének elnöke szerint a részvételi arány 40% körüli volt a fővárosban. Nadamo se da će ovi izbori, koji su inače prvi otkako je u Beogradu formiran odbor Saveza Vojvođanskih Mađara, prvi izbori na kojima naš gradski odbor uopšte učestvuje za nacionalne savete, da će pomoći da im istaknemo određena iskustva i da nacionalni savet u Beogradu bude prisutniji. A magyarok mellett többek közt a csehek is megválasztották nemzeti tanácsukat. Izlazim na izbore zbog toga što je pripadnika našeg češkog naroda u Srbiji veoma malo i zbog toga što bih želao da budemo malo vidljiviji u javnosti, jer mislim da smo dosta zadužili ovu zemlju i mislim da tek možemo da zadužimo našu državu. Az új belgrádi városi képviselőtestület székházában található szavazóhelyen nagy számú a roma nemzeti közösséghez tartozó polgár is látta szavazatát.